A Magyar Kultúra napján már 15 éve együtt ünnepel két város, melyeket egy határ választ el, bár az egyre légiesebb, de azért Berettyújfalu és Nagyvárad kultúránkat tápolni és gyarapítani szándékozó személyei, szervezetei, egyesületei, intézményei sokat munkálkodnak a rendezvények megvalósításában, hogy azok minél szélesebb körökhöz eljussanak. Nagyváradon ezúttal is gazdag programok várták a kultúránkat ünneplő közönséget. Gombos Ferenc fotóművész tárlatának megnyitóján egy olyan személy köszöntötte a vendégeket, aki sokat tett azért, hogy ma már 15. alkalommal lehettek együtt, és egy újabb tárlat nyílhatott meg a Tibor Ernő galériában. Ez a rendezvény, tudjuk, egy jubileumi rendezvénynek a része, hisz 15. alkalommal ünnepeljük meg a magyar kultúrát itt Nagyváradon. Tudjuk azt is, hogy azért ünnepeljük éppen január 22-én, most már azért ez közismert ennyi után, mert Körcsei Ferenc annak idején szatmárseként január 22-én fejezte be a himnuszt, és hát azóta tudjuk, hogy a nemzeti imáknak a tartalma és üzenete ma is érvényes. Lényegében 1823-ban volt, tehát most már 192 évvel ezelőtt. Mi 2001 óta ünnepeljük ezt az eseményt, a kultúra, Magyar Kultúra napját. Akkor 2001. január 22-én találkoztunk először azokkal, akikkel lényegében évről évre közösen megszervezünk. Hát Berettyújfaluban, majd Nagyváradon tartottunk egy fórumot, és hát onnan indult el ez a kezdeményezés. A lényeg ennek az volt, és ma is a célunk az, hogy kifejezzük Biharország összetartozását, és hát a nemzeti összetartozás, a magyar nemzet összetartozása, amely vezérel bennünket. Hírend lőtt a Tisza partjára, kis pejla van tévvigyára sárba, sáros kantár szára a kezembe, gyere kis anyalom. Dr. Flesz János egyetemi tanár köszöntőjét követve a Szentjobbi Vadvirágok népdalcsokra töltötte meg a Tibor Ernő galériát. Gombos Ferenc tárlatát, ahogyan 15 éve egy másik helyszínen is, most is Kocsis Csaba nyitotta meg, megidézve egy akkori történetet. 15 évvel ezelőtt a Majom-sziget melletti Tavi Rózsa Fotóklub galériájában nyitottam meg kiállítását, és az érdeklődő románoknak egy idős úr, ha jól emlékszem, vegyész tolmácsolta a gondolataimat. Ilyeneket mondtam, hogy alkotásaink költői tájak jelennek meg, magányos fák égfelé nyújtozó lombkoronák, változatos grafikájú téli ágak váltják egymást. Fordításban ez körülbelül így hangzott, fákat is fotózik a művész. Aztán a megnyitó végén meg is jegyezte, egy kicsit leegyszerűsítettem, amit írtál, nem baj? Gombos Ferenc fotográfusi pályafutása, útkeresése izgalmas, de a látásmód, amit használ, ahogy közelít az adott témához, ugyanolyan eredeti lényegre törő, mint első képeinek drámai eleje vagy éppen a játékossága. A természet elemi erői, esendő teremtményei, most például a pipacsok is jelen vannak a képei, de most a fő hangsúly az új portrékon van. Közben az évek teltek, és azóta sok víz lefolyt a Sebeskőrösen és a Dunán is. A lüktető fővárosi életmenet gyakran visszahúzódik Pátyi magányába, hogy feltöltődjön csenddel, azzal a csenddel, amely kézzel fogható a képeim is. Gombos Ferenc élete jó részét Biharban töltötte, de hiába került el messze a gyökerektől, csak nem tud elszakadni, és nem is akar. Többnyire ez a porték válogatás, ezek családi fotók. Szűkebb családi és baráti körökről szólnak ezek a képek. A családi fotózás az egy borzasztó nehéz műfaj. Eleve, amikor már elgövőszem a gépet a családba, mindjárt eljön a tiltakozás, hogy engem most ne, engem csak messziről, engem csak innen, csak onnan. És többnyire egy ilyen családi fotózásnak, hát, elég csúnya szokott a vége lenni. Azt nem mondanám, hogy veszekedés, de... Én mondjuk én sem vagyok mindig elég türelmes,
Én sem mindig úgy próbálom vezetni a modellt, ahogy illene. Néha eléggé szabatosan fogalmazok, hogy vedd kisebbre a protkódat, ne bámészkodj, mint egy hülye gyerek, meg ilyen instrukciókat adok, de a végén azért mindig összejön valami. De azért mondhatjuk azt is, így a képeket látva, hogy ezek jól sikerült fényképek, tehát azért valamilyen módon csak sikerül őket jó irányba terelni. Persze, hát előbb-dobb összejön az, igen. Egyébként nekem az a technikám, hogy próbálgatom egy kicsit terelgetni, mozgatni, ide néz, oda néz, jobbra néz, balra néz. Ezek sose jók. És amikor a végén már azt mondom, hogy na, kész vagyunk, és akkor elegedünk, hát, na ez a jó kép, és akkor itt lesz meg a jó fotó. Ha jól megnézitek a fotókat, szinte mindegyik fotón van egy szemkontaktus, rám néz. És mindegyik fotó egy ilyen szűken vágott, szűk kompozíció, semmiféle zavaró vagy valamire utaló eszköz, elem nincs a képed. Tehát nem tudod megmondani róla, hogy ez most ki lehet, nincs ott egy lovaglópálca, hogy ez most a műlovaglónő lenne, vagy nincs ott egy ló, vagy egy patkó, hogy ez a kovács lenne. Tehát semmiféle jel nem utal arra, hogy ő kicsoda lenne. Ezzel tulajdonképpen arra keresem a választ, hogy vajon egy ilyen fotónál, amikor megvan a szemkontaktus, milyen ereje van a fotónak? Eljöhet-e az a pillanat, hogy én, mint néző, engem megérint annyira az a fotó, hogy rákérdezek, hogy vajon ki lehet ő? Erre keresem most a választ tulajdonképpen, hogy lehet-e ilyen ereje a fotónak. Azt kell mondani, hogy sajnos nincs, visszafele már inkább van, amikor azt mondom, hogy itt van 3 rendőrtiszt, 2 olimpiai bajnok van, 2 egyetemi tanár, akkor már lehet, hogy érdekli, hogy vajon az melyik lehet. Tájkép mellett mi a kedvenc témája még Gombos Ferencnek? Most a portréba nyertünk egy kis betekintést, de mi az a műfaj? Akár technikailag, hiszen technika is fejlődik, és ezek is egyre újabb műfajokat hoznak, vagy akár a klasszikus fotó, akár fotóriporteri műfajokból? Én nekem nincs tulajdonképpen kedvenc műfajom. Én mindent szívesen megfotózok, mindig amire van megrendelésem, azt szívesen megcsinálom. Minden evő vagyok.